sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáin, és ez most egy nagyobb rossz man hol lesz, ugyanis ma elmentünk, és én bementem az üzletbe, és ott vettem egy pár dolgot, megmutatom a számlát, nem csalás, nem ámítás, és tudom, hogy te szeretitek azt tudni is, hogy mi mennyibe kerül, úgyhogy így a szokásos módon, remélem jól látjátok, vagy lepauzázzátok, kimerevítitek, föl is tudjátok nagyítani, a telefonnál például van egy ilyen opció. Úgyhogy látjátok, hogy a végösszeg az 22.000 forint volt, amiből 2.600 forint jött le körülbelül mindenféle ilyen 10%-os kupon, más most nem használtam föl. És hát mutatom is, hogy miket vettem. Először is, talán kevésbé érdekes, de hát azért elmondom, hogy a múltkor is ezt vásároltam, illetve ezt rendeltem, ezt az Alouette WC papírt, ami 8 tekercs, és azt hiszem, hogy 3 rétegű, de egy elég jó minőség, és nekünk ez nagyon jól bevált, úgyhogy igen, 2, 4, 6, 8, 3 tekercs, úgyhogy ezt tudom nagyon jó szívvel ajánlani. Most egy picit vörösebb a hajam, már most itt annyira nem látszik, meg igazából most már tényleg hajmosásra érett, illetve azért nem mostam most meg a hajamat, mert ezt a hajszínezőt még rá akarom kenni a tövére, ugyanis egy kicsit jobban befogta, itt most tényleg nem látszik annyira, de talán ha így közelebb jövök, hogy sokkal vörösebb a töve, mint ahogy én ezt szeretem. Szeretem, ha egy ilyen átmenetes a hajszínem, tehát a vége lehet főlem ennyire vörös, meg világos, de szeretem, ha a töve az egy kicsit sötétebb, úgyhogy ezt az ammóniamentes szokásos, mert ezt nagyon sokszor használtam már, is tudom, hogy nagyon jó. Ez a hajat nem tudja világosítani, viszont egy tónust ad, úgyhogy a Syosznak megvettem az ammónia nélküli vörös hajfestékét, 5/92. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Ezt is már párszor mondtam, hogy ez az egy betét, ami nekem a legnagyobb segítséget nyújtja a nehéz napokon, én már semmi más nem veszek, csak ezt. Van pár darab itthon, vagy pár csomaggal, de biztonság kedvéért vettem egy ilyen 2x8-as. Ez az ultra vékony, éjszaka idején nappal is ezt használom, és nagyon-nagyon bejött. Akkor arrébb rakom a szatyrot, és akkor mutatom a dolgokat. Még mindig a betétekhez tartozik, de szegényke így összenyomódott. Jaj, megpróbálom így vissza pattintani. Ez a Facel klasszikus, hosszúságú, 40 darabos tisztasági betét. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Akkor célzottan azért is mentem most a Rossmannba, mert el fog fogyni a macskáknak a kajája. És képzeljétek el, hogy megnéztem a Rossmannba, hogy mennyibe kerül. Akcióban volt ez a 4-es csomagolású Félix, amit imádnak a macskák, 619 forint. Na most a Fresnaf-ba ilyen 800 forint körül volt, a Zooplus-ba megnéztem, majdnem 800 forint körüli, úgyhogy a legolcsóbb volt még így viszonyítási alapokat nézve, ez a 619, igaz, hogy ez is akcióba volt, úgyhogy én ebből most vettem egy pár darabot, vettem halasat, vettem ilyen marhásat, mindenből vettem, rengeteget vettem, nem is tudom mennyi, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 csomag. Ilyet még nem is vettem egyébként, ez ilyen csirkés, ezt nem tudom miért, ez valami, nem tudom miért, ezt mindig halasat meg marhásakat szoktam berakni, úgyhogy ennyit vettem nekik, és ez most elég sokáig ki kell, hogy tartson. Az az igazság, hogy most itt cicásokhoz szólok, a Cílumos már 13 éves, és ilyen hülye szokásai lettek, és hát nem azt mondom, hogy öreges, mert pont, hogy nem öreges, hanem így megváltoztak a szokásai, előző is rohadt sokat eszik, ahhoz képest meg nem kövér, tehát úgy nem azt mondom, hogy fogy, de jó alakja van, rengeteget rohangál, és állandóan kunyizik, és most sokkal többet kér meg eszik, mint régen, úgyhogy most már egy egész alutasakosat kell egy alkalommal odaadnom. A Dolly nem eszik meg egy egészet, de a Cilu még a Dollyra is rámegy, úgyhogy én nekem kénytelen vagyok ezért a
a Cilunak egy egész alótasakosat adni, úgyhogy egy nap egy ilyen négyes csomag, hát szóval három elmegy belőle, úgyhogy nehogy azt higgyétek, hogy ez annyira sokáig fog tartani, de most egy darabig elég lesz. Nos, vettem habfürdőt, mert most már csak egy fél flakonnal van, és az Izalának most ezt a teljes mézes habfürdőjét vettem. Egyébként ezek elég jól habzanak, és én szeretem. Tudom, hallottam már nem is tudom melyik videóban, hogy az olivás, annak nincsen illata, meg nem jó. Nem tudom, én ezeket tökre meg vagyok elégedve is, és mi szeretjük, és egyébként egész jó árba van. Ugye ezt nem kell mondanom, hogy mindent rohadtul fölemeltek, de olyan szinten, hogy most akkor el is mondom nektek, hogy vettem fátyolmaszkokat, és mindjárt mutatom, és hát én automatikusan emeltem volna le, képzeljétek el, az Izala Hydro Boostert, és úgy felhúztam magamat, hogy ez a kollagénes megmaradt azon az áron, ahol ami volt, azt hiszem, hogy 390, de most ezt komolyan meg fogom nézni, hogy az mennyibe került. Igen, 399, jó, 400 forint áron megmaradt, egyébként 300 forint volt régebben. De nem hiszitek el, hogy ezt a Hydro Booster maszkot, amit imádok, 700 forintra felvitték, és én úgy felhúztam ezen magamat, hogy mondom, hogy csak azért se fogom megrendelni, nem érdekel, vagy megvenni, de csak azért se fogom megvenni, úgyhogy mennyire fénylik az orrom, de miért? Jaj, várjatok! Nem akarom, hogy ez ennyire ilyen Pinocchio orr legyen. Na, már jobb. Szóval, annyira felhúztam ezen magamat, hogy képzeljétek el, én ilyen vagyok, hogy nem vettem egyet se. Pedig meg tudtam volna venni, de úgy felhúztam magamat, hogy ez miért maradt 400 forint, és a másik miért 700 forint, szóval komolyan mondom, kapják be, de tényleg annyira felhúztam magamat. Egyébként a kollagénmaszkot is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy abból vettem hármat, és vettem két aloe verásat, és ennyit a maszkokról, és pukkadjanak meg, komolyan mondom, úgy utálom az ilyet, hogy nem tudom elmondani. Megvettem a, hol van? A szem alatti tapaszt is, az Izanától, mert ugye ez a Q10-es tapaszt nagyon-nagyon bevált nekem. Na most azt el kell, hogy mondjam, hogy én ezt most úgy szoktam használni, hogy a szemem alá teszek koffein szérumot, és ráteszem ezt a tapaszt. Úgyhogy ezt próbáljátok ki, hogy nem csak felrakjátok önmagába, hanem alá teszek még valami szérumot. Jó? Ez egy tipp tőlem. Nos, elfogyott a folyékony szappan, már csak egy pici van, úgyhogy a szokásos, én ezt nagyon szeretem, ezt az Izana orvosi folyékony szappan után töltött vettem, elfogynak a szappanok is, úgyhogy vettem most egy, úgy döntöttem, hogy nem fogok felhalmozni megint ilyen szappanokat, mert nem tudom, hogy egy ilyen Dáv rózsásat vettem, ami valami isteni, tényleg ilyen pink, azon elő, hogy pink, de szerintem ez valami rózsás illat, imádom, komolyan ezt imádom, ezt az illatot. Akkor megint elfogytak a Dáv dezodorok, és ma már nem tudtam magamat befújni, és nem hiszitek el, hogy megint éreztem magamon ezt az elviselhetetlen izzadságzagot, szóval tényleg be kell lássam, hogyha nem vagyok ebbe befújva, akkor egyszerűen jön ez az izzadságszag, ami soha nem szokott lenni, és én ettől rosszul vagyok. Tehát én egyszerűen nem bírom elviselni senkin az izzadságszagot, de magamon aztán pláne nem. Úgyhogy most bebiztosítottam magamat, úgyhogy egy, kettő, három. Úgyhogy három Dáv originált vettem az izzadságszag ellen, mert nekem ez az egy, ami bevált. Nos, száraz sampon, ez erre szükségem volt, és én nekem ez a barna hajú, tehát ez a barna hajra való, sötét hajra való száraz sampon teljesen jó. Annyi a trükk, hogy sokáig kell rázni, és utána kell kifújni, és ez nem hagy fehér nyomot, hagy egy ilyen kicsit sötét szint a hajtöveden, amit én egyébként nagyon szeretek, úgyhogy tényleg dark. Nekem teljesen bevált. Akkor vettem, ez most egy újdonság, vagy új dolog, és aztán meg is mondom, hogy miért, vettem ilyen fürdősókat, mert
Először megmutatom, hogy miket vettem, mert az iTap Pharmától egyébként ez hát és a shoulder az a váll. Tehát a hátnak és a válnak a lazítására ez ilyen bogyós, ha jól látom, tehát ilyen bogyós cucc. A másik is, igen, tehát kettő ilyet vettem. Akkor vettem a Kneipp-től, egyébként ez a Kneipp, ez nekem mindig is nagyon-nagyon jó volt. Vettem ezt az Árnika aktívot, vettem egy ilyen kisebb csomaggal, ami szintén kifejezetten ilyen hátderékfájásra nagyon jó kis lazító. És megvettem egy ilyen nagyobb dobozzal ugyanezt az Árnika aktívot. De most külön elolvasom különben, hogy mit ír. Azt mondja, hol van a magyar? Csak nem látok már ebbe se semmit, mert olyan sötét van. Azt mondja, hát olyan pici, hogy nem igaz. Jó, fürdőkristály. Jó, ez az árnika nagyon jól lazítja ezeket a becsípődéseket, meg ilyen fájdalmakat, és még ilyen olajokat is tartalmaz. Ezt vettem meg, ugyanis a sok-sok vizsgálat után november óta tartó kéz fájdalmam, ami most már csak ide a kisujjba lokalizálódik, vagy görcsöl, vagy mit jelent az, most nem, magyarul eszembe se jutott, így bizsereg, meg valamikor ilyen égő, szóval mindegy, rengeteg vizsgálat volt, és az utolsó gerinc MR vizsgálat mutatta ki, hogy két nyaki csigolyánál van egy ilyen porc kitüremkedés, vagy ilyen porckorong sérv kezdődő. Úgyhogy ezért voltak ezek a nagy fájdalmak, amik most már eléggé visszahúzódtak, de még ezért itt maradt valami, illetve nagyon sokat fáj a derekam. Úgyhogy most ezek után meg kezeléseket fogok erre kapni, de legalább kiderült, hogy mi a baj, úgyhogy én most ezért vettem mindenféle ilyen fürdősokat, hogy ilyen kázba lazulhassak, és ez remélem, hogy jót fog tenni. És hát az utolsó dolog, amit vettem, mert itt el is fogy a kínálat, és most meg is fogom nézni, hogy olyat vettem-e, ami volt, mert hogy nem tudtam itthon megnézni egyszerűen, csak ilyen érzetre vettem a Rimmelnek ezt a Multitasker Concealer, ami nekem nagyon, az utóbbi időben ehhez nyúltam a legtöbbet, ezt a korrektort használtam a legtöbbet, eleinte túl vastagnak tűnt, de mostanában meg kifejezetten ezt szeretem használni, és vettem egyet, egyébként én a 03-asat vettem meg, én ezt tartottam az én színemnek ott, de én szerintem, hát most nem tudom, hogy kamerába, szerintem ugyanazt vettem meg, mert ugye erről meg már nem tudtam megállapítani, hogy hányas árnyalat, mert ugye az meg lekopott. De viszont megpróbálom úgy, hogy így kikenek belőle egy picit. Na ez, amit használtam eddig, mert hogy már alig van benne, azért akartam venni egy újat. És most nézzük meg, hogy amit vettem, így mellé rakom. Hát egy nagyon-nagyon picit világ. Még érdekes, hogy a 03-asat vettem, akkor lehet, hogy az még sötétebb volt. Tehát látjátok, ez, amit eddig használtam, ez, amit most vettem. Hát egy nagyon-nagyon picit úgy látom, hogy világosabb, de szerintem most ezt így elkenem mind a kettőt. Hát egészen hasonló. Úgyhogy én szerintem nem lőttem mellé, különben még így egymás mellé téve is eléggé hasonló színe van. Úgyhogy véget ért a mokamára, ennyi volt, ez a rossz van hol. Én remélem, hogy tetszett nektek, és tudtam ötleteket adni. Tudom, hogy nagyon szeretitek ezeket a hol videókat, ezért is veszem föl nektek egyből, mikor hazajövünk, úgyhogy érezzétek a szeretetet. Én is szoktam nézni egyébként a statisztikáját a csatornámnak, és nálam meg kifejezetten a hol videók torony magasan vezetnek. A legnagyobb bevételi forrásom a hol videók. Hát nyilván nem ezért vásárolok, hogy aztán kapjak pénzt érte, de azért a statisztikát én is szoktam nézni. Mindenféleképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, kommenteljetek, és
mindenféle, ami eszetekbe jut, nyugodtan szóljatok hozzá a videóhoz, mert én mindig nagyon örülök, hogyha ezeket a kommenteket olvasgathatom, nekem ez egy jó kikapcsolódás. Vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, találkozunk hamarosan, sziasztok!